Csak nem 40 erdélyi művész az Erdélyi Magyar Televízió és barátai közreműködésével készült egy feldolgozás a Kovács Kati által előadott Add már Uram az eső című dalból, a Föld napja alkalmából. A produkcióval bolygónk védelmének fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Badics Petra, a Mozaik műsorvezetője különleges meglepetéssel készült a Föld napjának 50. évfordulójára, amelyet az eddigiektől eltérően karanténban töltünk. Hogy ezt az állapotot kicsit másképp élhessük át, Kovács Kati Add már Uram az eső című dalát külön erre az alkalomra dolgozták fel az Erdélyi Magyar Televízió és barátai, csaknem 40 erdélyi művész, előadó, zenész. A program koordinátora azt szerette volna, ha Erdélynek lenne egy olyan dala, amelyet minden itt élő magyar sajátjának érezhet. Sikerült Csíkszeredából, Udvarhelyről, Kolozsvárról, Nagyváradról, Szatmárról, Temesvárról, tehát Marosvásárhelyről, rengeteg városból keresnem előadókat, akik ezt vállalták, és tényleg mindenki nagyon készségesen állt a dologhoz, szívüket, lelküket beletették ebbe a dologba, úgyhogy én azt remélem tényleg, hogy minden magyar emberhez eljut, és magáinak érzi majd ezt a dalt. A művészek örömmel fogadták a felkérést, hogy a produkcióval az erdélyi magyaroknak üzenhetnek a Föld napján. Számomra ez a projekt egy nagyon pozitív energiával töltött összeruccanás, nagyon sok művésszel, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sokan össze tudtunk gyűlni. Szívesen vennék részt máskor is ilyenfajta projektekben, amelyekkel nem csak magunknak, hanem másoknak is örömet okozunk. Nagyon jó érzés, hogy egy olyan dallal üzenhetünk a világnak, amelynek mély mondani valója van. A Föld napjára készült projekten az Erdélyi Magyar Televízió is arra hívja fel a nézők figyelmét, hogy vigyázzunk bolygónkra, mert nem csak nekünk van rá szükségünk, hanem a következő generációknak is.